Óbecse község egészségügyi tanácsa a helyi önkormányzat támogatásával megszervezte a 6. jelnyelvi kommunikációs képzési ciklust, amely elsősorban a közszférában dolgozóknak szól, állami cégek pultjainál dolgozóknak és oktatási intézményekben dolgozóknak, de sok más érdeklődő polgártárs számára is. Mindezt azzal a céllal, hogy kommunikációt alakítsanak ki a hallássérültekkel. Szeretném köszönteni a képzés minden résztvevőjét, a szervezőket és a vizsgáztató bizottság tagjait, és szeretnék köszönetet mondani a résztvevőknek a lelkesedésükért, a rászánt idejükért és a törekvésükért, hogy elsajátítsák ezt az egyáltalán nem könnyű képességet, a jelbeszédet, amely nagyban előrébb viszi és megkönnyíti nagyszámú polgártársunk életét. És ugyancsak szeretnék köszönetet mondani a közigazgatásnak, amely évről évre elismeri ennek a jelentőségét és támogatja a jelbeszéd képzéseket. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a helyi önkormányzatnak, Óbecse községnek, Óbecse község egészségügyi tanácsának, hogy belátta ennek a képzésnek a szükségességét és támogatta az ötletünket, hogy idén is lehetőségünk volt itt Óbecsén megszervezni az alapszintű jelbeszéd képzést a közszektorban dolgozók számára. Tisztában vagyunk azzal, hogy városunkban velünk együtt élnek halláskárosult személyek, akiknek gondjaik vannak a kommunikációt illetően a halló emberekkel. Úgy van ez a képzés elképzelve, hogy elsősorban azok fejezzék be, akik közvetlenül kapcsolatba kerülhetnek ilyen emberekkel a munkájuk során. És 2000-től az volt a célunk, hogy ilyen képzéseket szervezzünk. Ez már a 6. csoport itt Óbecsén, amely sikeresen befejezte az alapszintű jelbeszéd képzést, és elmondhatom, hogy idáig ez a csoport talán a legerősebb. A 12 érdeklődőnek szóló képzés tavaly októbertől tartott, és ami biztos, hogy a résztvevőknek nagyon tetszett a tanfolyam, és az ott zajló barátkozás, valamint az is, hogy továbbra is fejlesztik jelnyelvi kommunikációjukat. 3 hónappal ezelőtt az iskolában e-mailen keresztül értesültem erről az alapszintű képzésről, és pusztán kíváncsiságból jelentkeztem, de nem bántam meg. Nincs tapasztalatom siketném a személyekkel, de a képzés nagyon érdekes volt. Csoportként nagyon kompaktak voltunk. Szeretném megköszönni oktatónknak, Jovánnak, aki érdekes és humoros módon tette lehetővé, hogy sokat megtanuljunk és fejlődjünk a jelbeszédben. A képzés után mindannyian boldogok vagyunk, hiszen mindannyian sikeresen befejeztük az alapszintet, és ki tudja, lehet, hogy folytatjuk tovább. Tavaly volt egy tanulóm, aki hallókészülékkel rendelkezett, és ez ösztönzött arra, hogy jelentkezzek erre a képzésre, amely rendkívül érdekes volt. Jován valóban arra törekedett, hogy érdekes módon tanítson bennünket a jelbeszédre, mi pedig nagyon élveztük ezt az egész képzést. Ma sikeresen be is fejeztük, és remek volt. A képzés résztvevői 800-tól 850 gesztust tanultak meg, és a gyakorlati munka mellett olyan szakirodalmakkal is rendelkeztek, amelyek segítségül szolgáltak a jelnyelvi kommunikáció alapszintjének elsajátításához. Mint Vujkov jeltolmács kiemelte, az elkövetkező időszakban számos vajdasági és határon túli városban várható képzés, így a jelnyelvi alapfokú képzés iránt érdeklődő óbecseieknek még egy ideig várniuk kell az új képzésig. A Vajdasági Siketek és Nagyothallók Szövetségének tervei szerint most zajlanak a vizsgák, a napokban volt egy Újvidéken és várható még Kragujevácon, Nizsben és Belgrádban is. Ebből az 5 csoportból tervezünk egyet összehozni, egy következő csoportot, akik a magasabb szintű jelbeszédet ismernék meg, és fejleszthetnék a tudásukat. Szeretnénk, ha éppen közülük valaki folytatná az én legnagyobb örömömre ezeket a képzéseket, illetve bírósági tolmáccsá vagy jelbeszéd tolmáccsá válna. Pontosan azért, mert Szerbiában nagyon kevés jelbeszéd tolmács van. A következő városokban lesznek ilyen képzések hamarosan.
Nagybecskereken, Nagykikindán, Zomborban és Szabadkán, Ittóbecsén pedig 4-5 év múlva kerül sor legközelebb az alapszintű jelbeszédképzésre.